Március 15-én ünnepi megemlékezésre rendezett a Karcagvárosi Önkormányzat, valamint a Déliné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. Az országzászló felvonáson közreműködtek a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjai és a Nagy Kun Honvéd Banda részfúvós kvintetje. A Petőfi szobornál pedig a miniszterelnök irodát vezető államtitkár tartott ünnepi beszédet. A magyar nemzet képes volt ellenállni nyugatról, keletről vagy délről ránk zúduló túlerőnek, megállt parancsolni Bécs németesítő törekvéseinek, mint ahogy volt erőnk kihúzni a totalitarizmus lélekromboló és a kommunizmus embernyomorító évtizedeit is. Túléltük, mert tudtuk, ha a jég el is veri a kalászok egy részét, a java mindig állva marad. Készen arra, hogy a belőlük vetett búza jövő évre 30, 60 vagy éppen 100 annyit teremjen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mi szabadságunk azért tudott megmaradni, mert ott állt mögötte teljes erejében a magyar vidék. Hátország nélkül a mi forradalmunk is csak egy szalmaláng lobbanása lett volna, amely épp oly gyorsan eltűnik, mint ahogy megjelent. A hátország a honvédelem központi idegrendszere. A hátországban senki nem marad ki a nagy vállalkozásból. Mindenki részt vállal benne. A szállásadók, a pékek, a betegápolók, a lelkigondozók, a gazdálkodók, az iparosok, mindenki, minden egyes civil, aki ugyanazért a célért dolgozik. És ennek a hátországnak kitüntetett helye volt az Alföld, a Kun kerület és maga Karcag városa. A karcagi nemzetőrök már 1848 nyarán hadba vonultak le a délvidékre. Mentek harcolni a magyar szabadságért. Otthonról hazamentek. Hiszen a vajdasági magyar településeken testvéreket és unokatestvéreket védtek meg. Tavaly ilyenkor Szabadkán elmondhattam, milyen kitűrő örömmel fogadták a vajdaságban a karcagi nemzetőröket, köztük talán egy-két ősömet is. Amikor pedig nyilvánvalóvá vált a bécsi udvar árulása, a nagykunság vidéke lett a magyar szabadság egyik menedéke. 1848-49 fagyos hónapjaiban az önök ősei, a karcagi gazdák adták a kenyeret, a szalonnát és a boroskancsót az itt erőgyűjtő honvédseregnek. És az önök ősei bocsátották azokat a szekereket is Kossuth Lajos rendelkezésére, melyeken a kormányt vitték Debrecenbe és Nagyváradra, hogy fegyvereket gyártsanak, katonákat képezzenek ki, bankókat nyomtassanak, amivel átmentjük, újra lábra állítjuk a magyar szabadságot. És aztán a dicsőséges tavaszi hadjárat is innen bontakozott ki, és hozott hírnevet a fiatal magyar honvédségnek. Ha az önök elődei nem lettek volna olyan elszánt és dacos magyarok, akkor bizony a zsenge magyar szabadság alig ha élhette volna meg a felnőtt kort, a tavaszt, elvitte volna a forradalmak számtalan őszi gyermekbetegsége. Nem lettek volna Szolnok, Isaszeg, Nagysalló, Vác, Komárom dicsőséges diadalai, de elmaradt volna Budavár bevétele is. Nem lett volna a debreceni függetlenségi nyilatkozat, és a Habsburg császárnak sem kellett volna térden állva könyörögnie minden oroszok cárjának. Nem lett volna szabad, független Magyarország. Dicsőség a hősöknek! Belsőci László színművész, Zug Mácius című zenés-irodalmi műsora után koszorúzásra került sor. A Petőfi szobornál Magyarország kormánya nevében Nagy János államtitkár, a Karcagváros önkormányzat képviseletében Szepesi Tibor, az országgyűlés nevében F. Kovács Sándor és Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselők, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés képviseletében Hubai Imre elnök, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal és a karcagi járáshivatal nevében Szele Király Andrea hivatalvezető és Dr. Léva Jolga hivatalvezető helyettes, a karcagi polgármester hivatal képviseletében Rózsa Sándor jegyző és Dr. Czappenikő a jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját. A továbbiakban pártok és szervezetek, az intézmények vezetői és képviselői, a városban működő oktatási nevelési intézmények vezetősége és a diák önkormányzatok képviselői, valamint alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, klubok, körök koszorúztak.